hogy köszönöm a megjegyzéseket is, ugyanis 4374 komment érkezett a csatornára, ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon durva szám, és egyébként életemben egyszer töröltem csak kommentet, ha jól emlékszem, egy srácot, aki kritikát írt az egyik videóm alá, azt hiszem az anime ellenséges videó alá, és akkor is csak azért, mert egyébként bitang rossz napom volt, és nagyon rosszul éreztem magam, és tényleg full ki voltam, és akkor olvastam azt a kommentet, és akkor így hirtelen haragból rányomtam, és kitöröltem, és azóta se töröltem egyetlen kommentet se egyébként. Kitiltani pedig senkit, de kettő embert kellett kitiltani a komment szekcióból, mert hogy széttrollkodták. De egyébként nekem nincs bajom a trollokkal, tehát akik poénos trollok, úgyhogy ez a poén trollok, azokkal semmi gond nincs, tehát például Putyin kolléga, nem tudom ki ő egyébként, de Putyin kolléga, ő rendszeresen széttrollkodja a fórum szekciót, de ő viccesen csinálja és nem árt senkinek. Viszont volt két ember is, aki egyszerűen zaklatott másokat, tehát akik békésen kommentelgettek és ott anyázott, meg elküldte a fenébe őket és indokolatlanul, tehát ezt a fajta trollkodást, ezt nem engedélyezem a csatornán, tehát az, hogy mások örömét elrontsa, illetve hogy másoknak negatív élményt okozzon, az már nem helyes. Ebben a pillanatban 7648 feliratkozó van a csatornának, ami szintén eszméletlen nagy szám, és rengetegen vagyunk, és nem igazán gondoltam, hogy valaha is ennyien leszünk, úgyhogy ezt szintén csak köszönöm nektek. Nézzünk egy kis demográfiai adatot, mert ez tök érdekes, mert hogy én egészen az első egy-két hónapban azt gondoltam, hogy az én közönségem az főként tini lányok, tehát így főként ilyen 14-18-as lányok, és tehát hogy ők alkotják így a csatornának a velejét. És kiderült, mikor benéztem a statisztikákból, hogy nagyon nem. Tehát ha a lányok és fiúk arányát nézzük a csatornán, akkor egészen elképesztő, csak 37% a lány a nézőimnek, és 63% a fiú. Tehát bőven a 60-40-et is megugrották a srácok. És azért gondolhattam, hogy főként lányok követnek engem, mert hogy külső szemmel ez látszik. Tehát ez a korosztály, akit említettem, ők a legaktívabbak, ők a legaktívabb kommentelők, akik mindig hozzászólnak, mindenek nagyon örülök egyébként, de hogy rengetegen vannak ott az árnyékban, akik csak követnek, néznek, de nem feltétlenül kommentelnek, vagy nem feltétlenül mutatják meg magukat, és emiatt, aki nem lát bele a statisztikákba, az azt hiszi, hogy teljesen más a csatorna közönsége, mint ami. Ugyanígy van az életkorról is egyébként, tehát a 13-17 éves korosztály, ez mindössze 19% a csatornán, ami nem sok, és érdekes mondom, 18-24-es, tehát abszolút felnőtt korosztály, 43%, tehát majdnem a csatorna felét ők adják, úgyhogy ők vannak a legnagyobb többségben. A 25-34-es korosztály 21%, tehát kb. mint a kis tinik, illetve van a 35-44-es korosztályban 10%-unk a csatornán, 45-54-be 4,1%, ez itt csokalom, örülök, hogy itt tetszik lenni, és hogy nézi a videóimat, 55-64-ben 0,8% és 65 pluszból van 2%. Úgyhogy ez nagyon érdekes, szerintem is érdekes lehet nektek is belátni ebbe, hogy hogyan épül is fel a csatorna, mert hogy ezt nem látjátok, csak én látom, úgyhogy szerintem tök érdekes. És az egyik legizgalmasabb kérdés, hölgyeim és uraim, túrjunk bele a ti zsebébe, mennyit kerestem egy év alatt a csatornával. És egy képzeletbeli BMW kulcsot pörgetek itt, ott parkol kinn, ez meg a saját házam, meg minden, hát igen, youtubernek lenni bizony zsazsót jelent, lófa. Egy év alatt 52,5 dollárt kerestem az Anime Egyetem csatornával, tehát megszedtem magam, mint a szart, és ez körülbelül egy 15 ezer forintot jelent, hogy átszámoljátok, és kiszámoltam nektek egyébként, hogy átlagosan úgy veszik, hogy 12 óra elkészíteni egy videót, az a 63 videóval az 756 óra, kerekítsük fel 800 órára mindenféle más teendővel együtt, tehát 800 órányi munkát belöltem a csatornába, ami szerintem sokkal több ennél, és ezt leosztjuk ez az összeggel, akkor 19,68 forint per óra áron dolgoztam nektek, úgyhogy nem mondanám, hogy túlfizettek. Ennyire becsülitek a munkámat? Ennyit ér nektek? Szarba se vesztek? Tehát gyerekek, ez nem a pénzről szól, ez kurvára nem a pénzről szól, ebben ilyen szinten legalábbis semmilyen pénz nincs. Nulla, nuku. Főleg nem amennyi energiát belefektet az ember, főleg, hogy körülbelül egy ilyen 60-70-80 ezret
csak tárgyi feltételekbe, illetve minden más dologba, ami kellett a csatornához, beleöltem. Úgyhogy ez full nem az anyagiakról szól. Ahogy említettem, nagyon-nagyon örülök a kommenteknek, és írjatok sokat, tényleg írjatok sokat, mert hogy azt biztos látjátok, hogy nem igazán szoktam mostanában visszaélni rá. És azt tudjátok is, hogy mennyi szabadidőm van egyébként egy nap, és hogy az mindent felőrül a videó készítés, de a helyzet az, hogy olvasni szoktam őket. Tehát mindenképpen olvasom a kommenteket, és nagyon csomó úristen, erre válaszolnom kéne, csak sokra azért nem válaszolok, hogy akkor a többiek ne sértődjenek meg, hogy neki válaszoltam, neki meg nem. De hogy egyébként még a legelején az egyik munkatársam mondta, hogy hát majd eljön az idő, mikor nem lesz időd válaszolgatni a kommentekre, mert ugye az volt a policy-m, hogy én minden egyes kommentre válaszolok, mert valaki megtisztel azzal, hogy ír nekem, kifejezi a véleményét, vagy kérdez, vagy csak, hogy milyen jó volt, akkor én mindenki piszörök neki, hogy én is kifejezzem, hogy nagyon örülök, hogy írt. Csak az a helyzet, és ennek nagyon örülök egyébként bizonyos szempontból, hogy már annyian írtok, hogy ez tényleg nem győzöm erővel, nem tudok mindre visszaírni, de többre visszafogok. Tehát fogok mindenképpen, időt fogok szakítani arra, hogy a komment szekciót is megfelelően üzemeltessük, vagy akár egy külön napot rászánok, kiveszek szabadságot, és egyébként ugyanez van a levelekkel is. Tehát nagyon-nagyon sok levelet kapok tőletek, főleg a Facebook oldalon, ott már 100 fölött vannak a levelek, amire nem írtam vissza. Az egy ilyen 104-5 körüli levél van ott, de visszafogok, minden egyes levélre visszafogok írni. Csak egy kis időt kell szakítanom, és ki fogok venni egy szabad napot egyébként, amit csak arra fogok elverni, hogy visszaírok az összes levélre, és visszaírok a kommentekre is, mert nagyon köszönöm nektek, hogy írtok, nagyon sokat jelent, hogy írásban is kifejezitek a gondolatétokat, írtok nekem, mindenképpen válaszolni fogok. És nem tudjátok elképzelni, hogy az egy év alatt mennyi szeretetet kaptam tőletek. Tehát, hogy tényleg nagyon sokat jelent az is, mikor leírja valaki kommentben, hogy nagyon jó volt ez a videó, nagyon tetszett neki, hogy legyen még, illetve szoktak önök érkezni, hogy kedvenc videósom vagy. Ez az egyik legnagyobb dicséret, amit lehet mondani egy videósnak szerintem, mert annyi videós van Magyarországon és külföldön is, és annyi jó videós van egyébként, és annyi profi videós van, tehát hogy valaki azt mondja, hogy én vagyok az ő kedvence, tehát ez egyik legnagyobb megtiszteltetés, amit csak érhet itt a YouTube-on, úgyhogy köszönöm szépen. És ezek mellett rengeteg üzenetet kapok, rengeteg e-mailt, és sokszor csak hihetetlen aranyosak. Tehát, hogy nagyon aranyosak vagytok. Tehát rám írnak csak azért, hogy elmondják, hogy mennyire szeretik a videóimat, és hogy mennyire örülnek neki, hogy csinálom őket, és hogy így tovább, és csináljam, és nagyon szeretnek, és csak ennyit akartak mondani, és ez valami eszméletlen dolog. És többen meg még speciálisabb dolgokat írnak, tehát van egy lány, aki azt írt, hogy miattam jött ki a depresszióból konkrétan, mert hogy elkezdte nézni az én videóimat, és felvidítottam, valaki azt írta, hogy motiváltam valamilyen hobbinak az elkezdésére, és meg olyanokat is írnak, valaki azt írta, hogy egyébként utálja a hétfőt, de csak azért várja a hétfőt, hogy jöjjön az Anime Egyetem videó, amit meg tud nézni, és ez a nap fénypontja. És én ilyenkor elolvadok, lesokkolódok, tehát hogy ez nagyon sokat jelent nekem, de tényleg, és nem akarok itt lelkizni, meg szétfolyni, meg minden ilyesmi. Illetve volt, aki azt írta, hogy több Anime Egyetem néző is van egy osztályban, valaki az, hogy a fél osztály néz az Anime Egyetemet, és hogy szokták nézni szünetben, meg akár órán is. Azt nem szabad ám, nem szabad órán, de hogy nem toljátok. És van, hogy közösen nézik ott a videómat, de most mondta egy lány nemrég, hogy magyar órán az én egyik Anime Egyetem videómat tették be, és az egész osztály meg a tanár is azt nézte, hát elolvadok az ilyenektől. És tényleg nem akarok itt szétfolyni, meg ennyire érzelgősködni, és elmondani 300-szor, hogy köszönöm nektek, meg hogy mennyire aranyosak vagytok, de tényleg így van. És egyszerűen nem tudjátok elhinni, hogy egy év alatt mennyi szeretetet kaptam tőletek, és hogy ez mennyire fontos, és mennyire sokat jelent nekem, és hogy gyakorlatilag ez az, amiért én videózok. Tehát ha megkérdezi valaki, jó, nem csak ez, nyilvánvalóan rengeteg más szempont is van, amiért hasznos vagy jó dolog videókat készíteni, de a fő motiváció, a fő húzóerő azok ti vagytok. És ezek a visszajelzések, amikor ezeket megkapom tőletek, tehát tényleg volt olyan hetem, hogy már nagyon kivoltam a fáradtságtól mindentől, és jött egy ilyen üzenet, hogy nagyon szereti a videóimat, és tényleg nézi őket, az összeset látta, az összeset végignézte, és imádja, és köszöni, megköszöni, hogy videókat csinálok neki. Ez egy fantasztikus dolog, és tényleg nem tudom elmondani azt, hogy mennyit jelent ez nekem egy év alatt, hogy felfoghatatlanul sok szeretetet kaptam tőletek egy év alatt, és köszönöm szépen.
Tehát néha az ember elgondolkodik, mikor tényleg ott van már egész héten, egész hetes munka után, és egész héten, egész napos munka után, és ott ül még este 11-kor, és reggel kelnie kell, és mindig forgatókönyvet ír, vagy volt, hogy tényleg este 12:30-kor tudtam forgatni, és én éjfelig forgattam meg ilyenek, és néha megkérdezem magamtól, hogy Atista, amúgy normális vagy? Tehát, hogy miért és hogyan? És akkor mindig eszembe jutnak ezek az üzenetek, hogy mennyi ember van ott, aki szereti, amit csinálok, mennyi ember van ott, aki várja, amit csinálok, és borzasztó aranyosak voltatok, mikor az egyik videónál azt hittétek, hogy abban marad a csatorna, és mennyien írták, hogy megijedtek. Ez nekem rengeteget jelent. És tényleg ez az, amiért megéri videókat csinálni, tehát ti vagytok az, amiért megéri videókat csinálni. Nos, itt a legvége a videónak, és tényleg befejezem most már a megköszönéseket, de szeretnék még külön egy embernek köszönetet mondani, aki ott volt velem az indulástól, és még sokáig ott volt velem, és neki köszönhetem gyakorlatilag, hogy volt erőm, bátorságom, motivációm elindítani egyáltalán a csatornát, mert ő az, aki támogatott mindentéren, úgyhogy köszönöm szépen. Emlékszem, annó sokat vaciláltam, hogy elkezdjem ezt az egészet, és olyan gondolataim voltak, hogy biztos nem fog sikerülni, biztos senki nem fog nézni, biztos nem fog tetszeni az embereknek, és így tovább. És így visszagondolok, hogy mennyire jó döntés volt, hogy akkor elkezdtem mégis videózni, így azt tudom mondani, hogyha van valami kétségetek, de szeretnétek nagyon valamit csinálni, de nem hisztek magatokban, van valami kétségetek, kezdjetek bele, csak csináljátok. Egyszerűen csináljátok, és majd kialakul, majd lesz bőle valami bátorság és egy lépés előre. Most így egy évre visszatekintve, hogy tudom, mennyi munka volt vele, mennyi rengeteg munka volt vele, ha visszaléphetnék arra a pontra, és újra döntetnék, hogy elkezdjem ezt a csatornát, akkor 100-szor is elkezdeném ezt a csatornát. Egészen más ember lennék, ha nem lenne ez a csatorna, és ennek a csatornának, illetve nektek köszönhetem azt is, hogy a másikat el tudtam indítani, és ilyen színvonalon tudtam elindítani. Lehet, hogy abból sem lenne semmi, ha most nem lenne ez a dolog, és egy másik álmomhoz is sokkal távolabb lennék, mint most, úgyhogy igazából ezt is nektek köszönhetem. És igazából olyanok vagytok nekem, mint egy nagy család gyakorlatilag, egy nagy virtuális család, akik ott vannak és várnak, nézik a videóimat, kommentelnek, és tényleg olyanok vagytok nekem, mint egy nagy család. Na, bocsánat, picit érzelgőzve sikerült ez a rész, de hát gyerekek, egyévesek vagyunk, és egyszer vagyunk egyévesek, úgyhogy azt akartam, hogy picit átérezzétek azt, hogy én hogy látom ezt a dolgot, és érezzétek azt, hogy én hogy érzek ezzel az egész csatornával kapcsolatban, hogy picit belássatok a kulissza titkokba, a statisztikákba, hogy mi, hogyan, merre, mennyi. Remélem éveztétek, remélem érdekesnek találtátok, remélem hasznosnak találtátok, remélem, hogy jónak találtátok, hogy így beláttatok a működésébe az egyetemnek, és hogy én hogy látom ezt. Úgyhogy 63-szóra is, egy év után is köszönöm, hogy itt voltatok, és remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Sziasztok!